Sziasztok! Mi lenne a legjobb hozzáállásom egy ellenségemhez? Sokszor az a legjobb, hogy az ember megáll, végig gondolja, és talán ki fog derülni, hogy nem is az ellensége. Egy hasonló tanítás van a Baal Shem Tovnak. Azt mondja, az ember sokszor abból indul ki, hogy a spirituális és a fizikai az ellentét. A szent és a mindennapi az megint ellentét. Vagy figyel az ember a mindennapira, vagy figyel a szent dolgokra, a micvákra. Azt mondja a Baal Shem Tov, ez nem a helyes hozzáállás. A helyes hozzáállás az, hogy a kettő egyáltalán nem ellentét, hanem nagyon jól tudnak kiegészíteni egymást. Például, itt van az evés. Az ember azt mondja, ó, ha az ember szent akar lenni, akkor böjtölni kell minél többet. Erre azt mondja a zsidóság, hogy nem. Van az a pár böjtnap az egész évben, a többi időben lehet enni, inni és jól lakni, finomakat enni, csak az a lényeg, hogy kóser legyen. Hasonlóképpen a házasság. A házasság intézmény a zsidóságban az szent. Csak erre vannak előírások, a maga a házasságnak a törvénye, illetve a házasságon belül a feleségnek kellett menjen mikvében a rituális fürdőben. De nem ellentét a szent és a mindennapi, hanem szépen kiegészítik egymást, ez egy nagyon kiegyensúlyozott élet lehet ebből. A Baal Shem Tov ezt látja egy mondatban a heti szakaszban. Nézzük meg, először olvasunk el ezt a mondatot egyszerű olvasásban, aztán majd a kabbalisztikus olvasásban. Kitirecha morszonacha. Ha látod ellenséget, szamarát, amint leroskod terhe alatt, ne tegy, hogy őt magára hagy, inkább hagy mellette, és segíts neki. Ez egy nagyon egyszerű szólítás, sajnálni kell az állatot, és próbálni kell segíteni, még akar is, ha az az ellenségemnek az állata. A Baal Shem Tov másképpen olvassa. Az a szó, a szamár, hamor, azt úgy is lehet fordítani, hogy fizikai, mindennapi. Erre azt mondja a Baal Shem Tov. Ha látod, ha te úgy akarod látni, hogy ahogy a hamor, a fizikai, az az ellenséget, tévedsz. Ne, ez nem az ellenséget. Ha ellenséged lenne, akkor magára fogod hagyni, harcolni fogsz ellene, nem fogsz vele foglalkozni, azt mondja a Tóra, nem. Inkább segíts neki. Az nem az ellenséged, hanem segíts neki. Ha segíteni fogsz neki, akkor egy egészséges testben lesz egy egészséges lélek, és nagyon jól fogod tudni élni a zsidóságot, a spirituális életet. Köszönöm szépen!